Június 6-a és 9-e között tartották az európai parlamenti választásokat, és többek között vezető államokban elég érdekes eredmények születtek, illetve a reakciók is elég vegyesek, érdekesek voltak. Gondolok itt Franciaországra, Németországra, Belgiumra, és az osztrákoknál is a Szabadságpárt győzelme némileg meglepő volt. Hogy látja tanár úr, kezdjük a franciákkal, hogy látja tanár úr a francia helyzetet jelenleg? Gyakorlatilag ott tartunk, hogy létezik egy Európai Unió. Maradjunk a globális szinten. Ez az Európai Unió jelenleg képtelen USA-tól független politikát folytatni. A von der Leyen legfontosabb kérdésekben orosz-ukrán háború, vakcina beszerzés egyszerűen kiszolgálta az USA-t. A második megjegyzésem az, hogy jelenleg három erőközpont van a világban, globális játékos, USA, Kína, Oroszország, Európa nem az. Európa elkezdett két világháborút, úgy csinálunk, mint a fantasztikusak lennénk, nem vagyunk azok. Európát három hatalom vezette, a britek, franciák, németek. A britek kiléptek, ez volt a Brexit, új európai helyzetből létre, megpróbálták harmadiknak bevonni, a olaszokat nem sikerült. A francia-német viszony hihetetlen érdekes, tudom, hogy kevés az időnk. Egy. Minden amerikai delegációnak évtizedeken át azt mondták Párizsban, hogy nincs német kérdés, ha bármi történik, megszállják Németországot. Figyelembe véve, hogy német-francia örökbarátsági szerződés van, ez érdekes. A másik, hogy nagyon jól működött a német-francia tengely, amíg a Bonni köztársaság volt, Párizsé volt a politikai katonai vezetőszerep, Bonni a pénzügyi gazdasági, istennyel működött. A német egység pillanatától minden átkerült Berlinhez. Ezt a franciák rendkívül nehezen nyelték le. Gyerekkoromban volt egy film, az ítélet Nürnbergben, amely volt egy mondat, Berlin, Németország, Németország, Európa. Ez ma is igaz, csak Adenauer óta nem volt hárompárti német kormány. Ez a hárompárti kormány a működésképtelenség szélén van. Most is, aláhúzom, hogy is, az Európa parlamenti választásokat elvesztette. Hárman kaptak annyi szavazatot, mint a CDU-CSU egyedül. Most lesz. Három kelet-német tartományba választás, nagy valószínűséggel ezeket a AfD megnyeri, a szociáldemokraták sehol nincsenek, a liberálisokat túlélésért küzdenek, a zöldek olyan stratégiai hibákat követtek el, hogy mélyponton vannak. Tehát új helyzet van Németországban, Franciaország. Hát gyakorlatilag a választás megnyerte Le Pen. Ettől kezdve új helyzet van. Mi történt? A néppártól jobbra lévő erők győztek Meloni révén Olaszországba, Le Pen révén Franciaországba, AfD révén Németországba. Ahogy ön mondta, Ausztriában a Szabadságpárt óriási sikert ért el, de Ausztriában össze lesznek a választások. Tehát meglátjuk, hogy mi lesz. Magyarországon nyert a Fidesz, mint tizenvalahány év után mindig. Tehát meglátjuk, hogy mi lesz. Én otthon nálam német műhold van, és a német tévét nézem. A németek úgy fogalmaztak, hogy jelenleg a szavazók 25%-a szavazott a néppártól jobbra. Ez új Európát jelent. Francia kérdésre visszakapcsolódva. Ugye Emmanuel Macron francia elnök felosztotta a nemzetgyűlést, némileg váratlanul. Ugye itt hozzá kell tenni, hogy Macron pártjának eddig se volt többsége, viszont ez nem egy hazárd játék egyelőre, nem úgy tűnik? De, csak ő abból indul, hogy ennél rosszabb helyzet nem lehet. Ő azt mondta, hogy a szélsőségesek győztek, ő számára ez elfogadhatatlan, ő menekül előre. Megmondhatatlan, hogy ez sikeres lesz-e vagy sem, meglátjuk a választásokat, rendkívül szűk határidővel írta ki, tehát nyilván itt nagyon sok pártnak fölkészülése nincs. Macron bízik abba, hogy a saját pártját föl tudja hozni, meglátjuk, hogy mi lesz. Én úgy látom, hogy a mai francia politika egy hazárdjáték. Amit a orosz-ukrán háborúba csinál, hogy a legmodernebb mirázsokból is ad át az ukránoknak, hogy közli azt, hogy francia kiképzők mennek oda, eddig nem voltak. Orosz külügyminiszter bejelentette, hogy egyszerűen hozódik Macronnál, ott vannak a francia kiképzők. Az egyik parlamenti képviselő a Dumában, pedig Tolstói francia tévében, francia nyelven bejelentette, hogy a kb. 500 franciából, aki idézőjelben önként harcol a orosz-ukrán fronton, pont a 40%-át eddig megölték, meghalt. Tehát meglátjuk, hogy ennek a francia politikának mik lesznek a hatásai. Franciaország abból indul, hogy át akarja venni az európai vezető szerepet. Ez teljesen egyértelmű. Látja azt, hogy Berlin meggyengült, de ez pénzügyi források kellene, ami Franciaországnak nem áll rendelkezésére. Német szempontból mennyire tartja meglepetésnek azt, hogy az új baloldali párt is bejutott az Európai Parlamentbe, illetve mit jósol tanár úr a következő időszakra Németországban? Itt gondolok az AfD és a CDU tekintetében. Nagyon jók a kérdések, kezdjük az elején. A Linke, a kommunista utódpárt meggyengült. De ez hosszú ideje tart, a pártban rendkívül komoly belső viták vannak, és színre lépett egy dekoratív, értelmes hölgy, úgy hívják, hogy Sarah Wagenknek.
Nem hiszem, hogy a mai nézők, akik fiatalok, tudják, de a férje az a Oscar Lafontaine, aki a Német Szociáldemokrata Párt korábbi elnöke volt, pénzügyminiszter volt, aki azt mondta, amikor pénzügyminiszter volt Schröder kormányában, hogy nekem mindegy, hogy ki alattam a kancellár, erre kirúgták. A Sarah Wagenknek 6-7%-on állt, tehát stabil résztvevője mindennek. A Linke 3% körül van, tehát a német parlamenti választásokon, ahol 5%-a határ nem tud bekerülni. AfD. Össztársadalmi harc van ellene, hogy szélsőséges, fasiszta, stb. Érdekes módon a párt 22%-on volt a legutolsó fölmérések szerint, ahhoz képest valamennyire lejött, de második erő. A nagy kérdés az, hogy jövő novemberben lesznek, jövő ősszel lesznek a német választások, mi fog történni? Ahogy ma kinéz, a CDU az AfD-vel többséget tudna alkotni, de az AfD-vel ma koalícióra lépni életveszély. Ehhez az kéne, hogy az AfD néhány pontjáról lemondjon, messze van jövő ősszel, meglátjuk, hogy mi fog történni. A szociáldemokraták vezetőt nem tudnak kiadni, rendkívül komoly mérepülésben vannak. A zöldeknél folyik a két zöld frakció élet-halál harca, mint mindig a zöld történetbe. Az egyik Elena Habeck áll, a másik révén a Annalena Baerbock. Az Annalena Baerbock gyönyörű, szép külügyminiszter, elképesztő hülyeségeket beszél. Azt mondta, hogy ő tavaly 540 napot dolgozott, azt mondta, a Putyin azt akarja, hogy kibéküljünk vele, csináljon 360 fokos fordulatot, akkor ugyanoda jön vissza, és Hitler mondatait vette ki úgy, hogy nem tudta, hogy Hitleré. Bejelentette, hogy téli spórolás kell, ez Hitler jelszava volt, és a második azt, hogy megsemmisítő háború kell, ez is Hitler mondata volt. Na most ő a külügyminisztériumban van, ami tele van kiváló szakértőkkel, tehát én döbbenten nézem, hogy miért nem figyelmeztetik. Meglátjuk, hogy mi lesz. Rendkívül érdekes a német helyzet, a lakosság jelentős része kiábrándult. Ma hivatalos adatok szerint a német lakosság 26%-a nem német származású, ha háború jönne, a német lakosság 4%-a lenne hajlandó a frontra menni, háború esetén a lakosság kb. 40%-a azonnal kivándorolna, és ő hát elővette a Manfred Weber, a néppárti frakció vezetője, a kötelező katonai szolgálatot, a Scholz rögtön közölte, hogy ez hülyeség. Csináltak egy fölmérést. A német fiatalok 10%-a lenne hajlandó bevonulni, ha kötelező, 90% helyette szociális munkát vállalna, mert német törvények szerint az egyenértékű a hadsereggel. A németországi eredmények annak függvényében is mindenképp fontosak, hogy mint Európa gazdasági motorja volt eddig. Ez ugye kihatással van a közép-európai térségre főként. Így van. A térségre rákapcsolódva, beszélhetünk-e az EP választásokat követően egy bizonyos fokú jobbra tolódásról összességében? Ha megnézzük például Svédországban, a svéd demokraták is tudtak dinamikusan növekedni, a spanyoloknál a Vox is előre tört. A Cserné nyert tovább is. Igen, persze. A portugáloknál ugyanez a Csega esetében, Olaszországról már beszéltünk. Hogy látja, tanár úr, hogy itt az orosz-ukrán háborúra tekintettel is, hogy Európában egy irányvonalbeli módosulás történhet, vagy hozzá kell szoknunk az eddigi irányvonalhoz? A válaszom az, hogy iránymódosulás lesz, de nem olyan mértékben, mint gondoljuk. A centrumban lévő pártok most megpróbálnak egymással kiegyezni. Most folyik a játék, hogy ki lesz Európa 4 vezetője. Rendkívül érdekes lesz. Nem akarnak teret adni se a balnak, se a jobbnak, ami a centrumtól balra vagy jobbra van. Meglátjuk, hogy ez lehetséges-e. Orosz-ukrán háború. Én nagyon sokszor elmondtam, hogy ezt a háborút Ukrajna nem nyerheti meg. Több mint 10 millió ember elmenekült, teljes a káosz, erőszakkal viszik be az embereket. Zelenszkij népszerűsége a legutolsó fölmérések szerint 17%-on van, tehát esélytelen. Itt a megoldás, november 5 amerikai választás. Ha bejönnek a republikánusok, abban a pillanatban a demokrata párt jelenlegi elnökjelöltje közölte, hogy fölhívja Putyint, megállapodnak, és utána fölhívja Zelenszkijt, közölte, hogy Zelenszkijt nem kaphat több segélyt, csak kölcsön. Most a Biden azt mondta, hogy ad úgy pénzt Ukrajnának, hogy ennek fedezett az Európában lévő orosz javak lesznek, ez legalábbis vitatható jogilag. Tehát én azt látom, hogy Európa kezéből a kezdeményezés kicsúszik, a mai amerikai politika célja, hogy egyre többet Európa adjon Ukrajnának. Európában jó pár ország már a fegyvereinek az, amit átadta, Ukrajna ezzel sem tudott stratégiai sikert elérni. Álló háború folyik, ahol lassan, de stabilan mennek előre az oroszok. Nunkrádi György biztonságpolitikai szakértőnek köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm szépen.